A 2000. év egy fordulópont volt a borászat életében, mert előtte csak annyi bor készült, amennyire a családnak szüksége volt, viszont 2000-ben fordult termőre az az új telepítésem, ami két szakasz Cabernet Sauvignon szőlő volt, és úgy gondoltam, hogy ez olyan jó ez a bor, hogy nem csak a hosszetényi borversenyen méretjük meg, hanem elviszünk Pécsre. És a pécsi borversenyen ez a Cabernet Sauvignon aranyérmes lett, nagy aranyérmes, legjobb vörösbor címet elnyerte, és ez egy olyan lökést adott a számomra, hogy úgy gondoltam, hogy szakmailag akkor tovább képzem magam a borászat, szőlészet területén. Az a terület, amin indultunk, az már kevésnek mutatkozott, és a mai napig eljutottunk oda, hogy összesen 5 hektár területen gazdálkodok, körülbelül 3 hektáron van termőszőlő. Tervbe van véve pont az idei évben új telepítés, ami Andor szőlő lesz, ami egy rezisztens fajta. Tehát úgy gondolom, hogy ez a jövő, hogy olyan szőlőfajtákkal foglalkozzunk, amikből olyan biobort lehet készíteni, ami ténylegesen olyan biobor, hogy a szőlőt nem kell permetezni. Az Andor szőlő ilyen. Sőt, hogy egy kis reklámot csináljak egy más hosszúhetényi barátomnak. Az Andor szőlő Szabó Andorról van elnevezve, aki pécsi szőlészeti borászati kutatóintézetben dolgozik, és részt vett ennek a fajtának a nemesítésében. Pécsi borvidék egy nagy hagyományokkal rendelkező borvidék, de jelenleg egy méltatlanul nem elismert borvidék. Mi szeretnénk ezen a tényen változtatni, mert a borok minőségével nincs gond, sőt, helyi, országos, nemzetközi borversenyeken a pécsi borvidék borai kiváló eredményeket érnek el. Tehát például, ami a magyarországi legrangosabb nemzetközi borverseny a Vinagórán, nagyon sok pécsi bor ér el aranyérmes minősítést, hadd ne mondjam, hosszetényi bor is, saját Szirám is például aranyérmes minősítést ért el. Nemzetközi Mundus borversenyen szintén aranyérmes minősítést érünk el. A feladat most az, hogy valahogy a köztudatba jobban ismertessük meg ezt a borvidéket. Azok az emberek, akik eljönnek ide hosszúhetényben, nagyon nagy a falusi turizmus jelentősége. Az egész országból sok turista jön. Hál' Isten, sokan jönnek hozzám is borkóstolóra, és sokszor meglepődnek, hogy hát itt ilyen borok vannak, mert nem ismerik őket. Régóta szívemen viselem a pécsi borvidék sorsát, és ezeken a fórumokon, ugye hegyközségi tag az ember, borvidéki fórumokon, többször felszólaltam annak érdekében, hogy próbáljuk meg valamit csinálni, hogy még ismertebbé, még elismertebbé tegyük a pécsi borvidéket. Valószínűleg ennek is tudható be, hogy néhány évvel ezelőtt, annak ellenére, hogy én a pécsi borvidéken a kis borászatok közé tartozok, felkértek, illetve megválasztottak a pécsi borvidék hegyközségek tanácsának elnökének. Sajnos az elmúlt egy év nem adott lehetőséget komolyabb további intézkedésekre, de úgy gondolom, hogy most, hogy javult ez a járványhelyzet, tovább tudjuk fokozni a pécsi borvidéknek a hírnevét. Gondolok itt borversenyekre, gondolok itt egyéb rendezvényekre. Budapesten is megjelentünk már többször, úgyhogy a jövőben az a célunk, hogy a pécsi borvidéket a régi méltó rangjára emeljük.